Sziasztok! Ez most egy ilyen idézőjelben rendhajó unboxing lesz. Abból a szempontból, hogy a takaromon fogom kinyitni a dolgokat. Na, akkor meg is mutatom, hogy mikről van szó. Vannak szó. Egyik osztálytársam és barátom, Tomi, kölcsönadott nekem egy Xbox 360 Kinecten. És hát akkor most az ő tiszteletére ajánlom ezt az unboxingot, mert tudom, hogy mennyire szokta szeretni azt például, amikor egy órán keresztül egy csokoládéról beszélgetek. Na nézzük, mit látom benne. Hú, egész durván néz ki, nem is olyan csúnya ez a cucc. Nem is könnyű ez a cucc. Tehát, ezt nem ilyen egyszerű kivenni. Az a baj, hogy ezt valójában kínaiak találták ki, hogy hogyan kell belepakolni. Én meg most próbálok kínai lenni. Felkapcsolom a lámpát. Nincs sötét, de mégis sok jobb a telefonnak, ha látok. Na, nézzük. Tehát ő maga a Kinect. Cucc. És megmondom őszintén, Xbox szaga van, tehát pont olyan, mint egy Xboxnak a szaga. Ez egy egészen korrekt és kütyű. Tehát amit tudni kell róla, hogy az Xbox 360-hoz készült, ilyen úristen mennyi kábel van hozzá. Van egy adapter és egy USB. Valami USB adapter, nem tudom. Tehát ez eredetileg Xbox 360-hoz készült, de más nem rakott bele, de egy nagyon kis menő, elit doboz, puha doboza van. Na mindegy, ezt most be is csukom. Tehát azt kell róla tudni, hogy ez Xbox 360-hoz készült sztereó mozgásérzékelő kamera, ami azért jó, hogyha valamit mozogsz a gép előtt, akkor ő leköveti a mozgásodat, és elvileg a kezeddel, meg mindennel tudod irányítani a géped, de hát ilyet biztos sokszor láttatok már más nem videóban, vagy valahogy. Na hát elmondom, hogy nekem miért kell. Elkezdtem animációt készíteni. Igazából ezután a videó után ki is rakom azt az animációt. Egy Source Filmmaker-rel készítettem. Az nem tudom, hogy tudjátok-e mi. Az a Half-Life Portal, Left 4 Dead 2, blablabla motorjának a filmkészítő cucca. És hát igyekeztem megtanulni a használatát. Mondjuk úgy, hogy most középtájéken lehetek a tanulással. Ez azt jelenti, hogy olyan 42 óra alatt hoztam össze azt a 32 másodperces videót, amit majd látni fogtok. Külön feltöltöm ezután, a videó után aktiválom. 32 másodperc, amúgy a videó leírásába is belerakom. És mondom, 42 órát szenvedtem, hogy megtanuljam azt az animációt elkészíteni. És itt nem embereket mozgatok, tehát szeretnék embereket is mozgatni, és arra gondoltam, hogy ha meg lehet kerülni, lehet, hogy Kinect kamerával, ha rákötöm a számítógépre a mozgást, azt valaki hatott. Jó, becsuktam az ajtót, tehát hogyha a Kinect kamera előtt én mozgok, akkor elvileg ezt rá lehet vetíteni majd egy karakterre, mint például a Team Fortress 2-es karakterekre, és akkor nem nekem kell megoldani, nekem csak igazítani kell a mozgást, hogy ne legyen olyan durva. Tehát fel szeretném venni, motion capture-t szeretnék itthon csinálni. És mivel ezt most kölcsön kaptam, hogyha beválik, akkor majd én is veszek magamnak egy Kinectet. Mondjuk most arra gondoltam, hogy a PSP egyvezetbe elcserélem egy Kinectre, de majd kiderül. Na, szóval ez a Kinect kamera, és mondom, azt a tutoriál videókkal együtt 42 óra, tehát nem azzal az egy videóval szenvedtem annyit, hanem avval együtt, hogy én megtanuljam a használatát, hogy hogyan kell elindítani, és hogyan kell a legvégén lementeni a videót. Minden videót megnéztem róla, ilyen tutoriált, ami hivatalos, tehát oktató videót, majd én is igyekeztem ezt a tudásomat
kamatoztatni, és egy 32 másodperces animáció lett a vége ennek. Remélem, hogy tetszeni fog. Ha igen, akkor még lesznek még ilyenek, ha más nem kinektel. Na de most, én mást is vettem. Egy TP-linkes USB-stick vevőt. Hát ezeket már megpróbáltam kibontani, ott el is vágta az egyik az ujjamat, ezt az ujjamat. Ott elvágta, de véres volt meg minden, de már meggyógyítottam. Ez egy USB Wi-Fi vevő, ez az én szobámban lesz, ugyanis itt mindenki másnak, akinek laptopja van, az tudja azt, amit ez. Ez egy NS Wi-Fi vevő, tehát a routerek, meg a Wi-Fi jelek, azok több kategóriában vannak, és ahhoz a sebességhez, amit... Na, lényeg, elmondom az elejétől, nem szaggat a videó, nem, remélem, hogy nem szaggat annyira, hogy használhatatlan legyen. Tehát elmondom az elejétől, előfizettünk a nagyobb internetre, most már 40x20-as van Diginél, olyanra fizettünk elő, és nem jött gyorsabban a net. Felhívtam a Digit, 20 perc, 25 perc volt, mire lerendeztem az ügyfelszolgálattal a dolgot, de úgy, hogy 20 perc volt, mire felvették a telefont. Amúgy rendes volt a csávó, akivel beszéltem, nem volt semmi gond. Aztán mondta, hogy próbáljam meg úgy is, hogy hát küldjem el majd a letöltési statisztikákat nekik, de azért próbáljam meg úgy is, hogy router nélkül a netsebességet. És router nélkül jött a 40-20, amúgy anélkül meg csak 20x10-es internet jött, és hát mivel én nagyon utálom a mostani routeremet, mindig csak bajom volt vele, ezért most úgy döntöttünk, hogy most egy komolyabb routerbe beruházunk, ez viszont kellett egy komolyabb USB stick, ez 5 és 2,4 GHz-en kommunikál, tehát 2,4 GHz plusz 5 GHz, tehát egyszerre két ilyen dolgot tud, ezt a dual band a routereknél, és ez egy, nem tudom, ez egy 3000 forintos cucc volt, körülbelül 5 év garancia van rá, és remélhetőleg most, hogy ezt megcsinálom, most, hogy vettünk ezt az új sticket, meg a routert, amit majd mindjárt mutatom az unboxingba, ezzel remélem, hogy tudok élőben videókat streamelni, még ma ki akarom próbálni, tehát ma szeretnék videót streamelni élőben. Na ez most le kell, ki akarom ebből húzni a cuccot, de ezt le kéne raknom, az előbb is elvágtam az ujjam pedig. Na, csak annyi történt, hogy kihúztam, nem volt semmi rossz. Na és akkor most, olé, nézzük mi van benne. Van itt egy telepítő CD, megint nagyon szaggat, remélem, hogy veszi. Van egy telepítő CD, egy ilyen kis mini kézikönyvek, még egy kézikönyv, még egy kézikönyv, meg a cucc itt van, ugyanilyen puha cuccba telepítve, mint a Kinect, és TP-link, USB, Wi-Fi királyság, mondjuk van itt még valami, a USB hosszabbító kábelna, az ilyeneket imádom. Szeretem, hogyha ilyet adnak a cuccok mellé. Na, akkor ezzel is megvoltam, akkor most jöhet, akinek te arrébb rakom. Jó. Most már az nem lényeg, Tomi, köszönöm. Na, akkor folytassuk a dolgot, ez volt a 3000 valahány száz forintus cucc, és itt van most a router, amit vettem. Ez 16.900 forintos, szerintem egy brutál router, dual bandes, tehát egyszerre fogja tudni a 3,6 giga, vagy igen, 2,6, nem tudom, és az 5 GHz-et kiszolgálni, ergo ez azt jelenti, hogyha valaki például torrentezik a családban, attól én még tudok rendesen netezni, és nem fogják elcseszni az internet sebességemet. Ez egy 3 éves garanciás cucc, ilyen látható, ilyen elég durva kinézete van. Megpróbálom kinyitni, de valójában ez vágta el az ujjamat egyszer, tehát nem tudom, hogy hol kéne megfognom. Ezt is lerakom, mert nem akarok megint vérezni. Addig közben elmondom, hogy voltam ma a suliban leadni a vizsgamunkámat, még egy kicsit vágnom kell rajta, de azt mondták, hogy tökéletes, nem kell vele semmit csak csinálnom, egy zenét be fogok rakni közé, egy Ave Maria, a két interjú közé, Vizor és Freddy D.
segített, és tényleg megdicsertek, hogy tök jó lett. Aztán, hát mint kiderült, viszont tesiből lehet, hogy meg fogok bukni, akkor meg pótvizsgálnom kell belőle, ami azt állítólag nagyon szar dolog, és azt nem szeretném, hogy tesiből megbukjunk, de hát hogyha az lesz, akkor az lesz. Mert hogy a nagyapám, meg nagyanyám szülinapjára mentünk, meg most voltam mondokonon, és nekünk úgy van a tese, hogy pontokat kell gyűjteni, x pontot egy évben, és mondjuk a túra az 4 pontot ér, a futás az 1, a konditerem meg 1-et, és én csak túrázni szoktam menni. Az 4 pontot ér. Viszont lemaradtam egy csomó túráról, mert azok szombaton vannak, és mint mondtam, nagyapa, nagyanya szülina, aztán meg mondokon, így most nem lesz annyi túra már az évben, hogy behozzam a pontjaimat, tehát ez így eléggé szar ügy, de hát majd megoldom valahogy, egész nap Margit szigeten fogok rohangálni, azt hiszem. Na, ki is nyitottam a router dobozát, kaptunk egy hálózati adaptert, ez egy király dolog, ez jó. Kaptam egy ilyen UTP kábelt, maga a kézikönyv, jó vastag kézikönyv. Nem mutattam meg az USB-nek a kézikönyvét, de hát most az kit érdekel, igazából ez se érdekel senkit. Égvilágon soha senki nem olvasta még el a kézikönyvet. Játékoknál olvassa el az ember a kézikönyvet, miközben telepíl a játék, hogy hú, de izgalmas meg minden. Ja, csak manapság már kézikönyvet se adnak a játékokhoz. Itt valami VR-ről lesz, VIP member, remélem, hogy ezen olyan számok voltak, amit nem szabadott volna nekem megmutatni. És itt van maga a router, hát nem egy nagy cucc, mert nem egy nagy darab, úgy értem. Itt micsoda, mert valami router talpálvány. Ezt jól megmondtam, na nézzük. Hát nem, ha nagyobbnak gondoltam, képen nagyobbnak tűnt. Na nézzük. Asus, hát én is most szépen le is pusztítom róla a védőfóliát, engem nem érdekel. Nekem ne fólia, legyen, nekem szép legyen, és szép. Ez egy szép router, gyerekek, ez egy szép Asus router. Remélem, hogy ebben már tudok rendesen online streamelni, és mindenkinek tetszeni fognak a videóim. Tehát most már élő videókat is szeretnék csinálni. Ez az egyik első állomása, meg a internetsebesség növelése volt. Csak az befutcsolt, vagy nem is feltétlenül, csak az volt a gond, most már egy 16.900 forintos Asus routerem is van, ami tényleg így remélem, hogy kiszolgálja az igényeimet, meg az egész család igényeit, és többet nem kell majd ordibálnom a másik szobába, hogy kitölt le. A kedvencem az volt például az ezzel a router, ami most van, megmondom micsoda, Linksys VRT54GC, hát én most nem tudom, a doboza valahol ott van fönt, de hát most meg nem mondom, hogy hol, látjátok, van egy pár dobozom. 54GC. Az az igazság, hogy például a egyik Command & Conquer 4 világbajnokságon is megszakadt már a kapcsolat, tehát így eléggé szeretem meg minden, mert azt a meccset elbuktuk, mert én kiestem, de hát meg amúgy is nagyon sokszor nagyon jó szokott lenni az a router, tehát szerintem én nagyjából mindent elmondtam, nem tudom, hogy milyen az arcom, lehet, hogy tök hülyén nézek ki, megpróbálom megigazítani a hajacskámat. Na, szóval most erre, ez van most, nem terveztem ezt a router beruházást, én Avermedia-s Game Capture Portable-t akartam venni, lehet, hogy még az lesz, meg fényképezőt, meg minden, de a PSP-t meg mindig nem sikerült eladnom. Szóval most így állunk. De a videómat nézzétek meg, most kirakom az animációmat, és kíváncsiak a véleményetekre. Mondom, összesen 42 óra van mögötte, de ez a tanulással együtt. Szóval, hogyha nem, valószínűleg a következő már nem lesz olyan. Amúgy ez az animáció szerintem olyan 7-8 óra lehetett már konkrétan, hogy ezt elkészítsem. De hát eddig még, azelőtt még más animációkat is próbáltam, tehát elég sok minden van így benne. 7-8-10 óra, meglátjátok. Ennyi lett volna. Köszi a figyelmet, sziasztok! Hol kell kikapcsolni?